Kung fu tábor kezd helyen, hát én ennél szebben már nem tudtam volna ezt a nagyon sok fegyelmezett harcost felkonferálni. Mádai Norbert a vendégünk, és nagy Norbi, hát 9-es fokozat, mit jelent ez, Norbi? Hát azt jelenti, hogy 5 éve vincsunozom, és hát ezt a fokozatot tudtam elérni a 12 fokozatból. Hát gratulálunk. Hát ez csak, Norbi, képzeld, én tegnap jelentkeztem, és azt mondták, hogy mínusz 4-es vagyok. Tehát érted, annyira béna vagyok. Ezért nem kell jelentkezned, hogy ezt megmondjuk. Mádai Norbert, ezek szerint mindenféle korosztálynak való a kung fu. Mi különbözteti meg más keleti harcművészetektől? Picit mutassuk be. Kung fu-nak 365 válfaja van. Többféleképpen. Hány nap? Mondanám, gyakorlatilag igen. Azért egy több ezer éves kultúráról és kultúrkörről beszélünk. A Wing Chun az, amit mi gyakorlunk. A Wing Chun egy nőnek volt a neve, akit Yin Wing Chunnak hívtak, gyönyörű tavasz, másképp a fordítás. Ezt aki egy, felveszem, ezt tetszik. Aki egy Shaolin apácától tanulta ezt a harcművészetet, és a hagyományos kung fu iskolákkal szemben, utána egy nőnek kellett magát megvédeni, és egy újszerű harcmodort dolgoztak ki. A gyorsaság, a könnyedségre, a valóságszerűségre és a túlélésre helyezték a hangsúlyt. Hát levivel mi egy generáció vagyunk, a Bruce Lee név talán mond neked valamit. Hát ne hülyeskedj, még tartozik pénzzel. Igen, na most hát ha nem is ebből az aspektusból, de a Bruce Lee például a Ip Man nagymesternek volt a tanítványa, és Hongkongban ő Wing Chun tanult, azzal kezdte a pályafutást. És ami szimpatikus volt benne, és itt térünk majd át arra a kérdésre, mi az üzenete ennek a harcművészetnek, hogy ő soha nem ütött először, bár tudta, hogy mit tud, de soha nem kétkedett ezzel. Tehát ott volt, és amikor meg kellett védeni önmagát, vagy másokon segíteni, akkor hozta elő a kellékpárba. Azt mondják, hogy ez a higgadság művészete, vagy nagyon fontos hozzá. Hát ránézel a mesterekre, szerintem róluk ez sugárzik. Nem egy ideges banda. Nem. Az biztos. Hogyan tudtadok kezd helyen egy ilyen komoly iskolát létrehozni? Nem csak kezd helyen vannak iskolák, hanem az ország összes nagyobb városában jelen vagyunk, és dolgozunk. Hát most már 31 éve, hogy a Wing Chun-nal foglalkozom, és tulajdonképpen a kung fu azt jelenti egyébként lefordítva, hogy kemény munka. Úgyhogy stílszerűen kemény munka volt 31 év alatt fölépíteni ezt a szervezetet, ami ma már nem csak Magyarország, itt vannak közöttünk a lengyel mesterek, hanem a balti államoktól kezdve Horvátországig sok helyen van már Wing Chun iskola. Mi hol foglal, mi a kung fu térképen milyen helyet foglalunk el, mint magyar kung fusok? Fölkerült egy videó az egyik tanítványommal, a Wing Chun közelharcról készítettünk egy rövid videót. Uh-huh. Az első két lájkoló az a kínai szövetségnek a vezetőmestere volt. Uh-huh. Szerintem ez sok mindent elárul. Ti jártok ki oda, vagy ők járnak ide? Hogy van a tapasztalat? Leung Tin nagymester, aki Ip Man mesternek volt az egyik legnagyobb tanítványa, ő minden évben jön, most már 20. éve, és mi is voltunk, ők is járnak, és szerintem ez egy nagyon nyümölcsöző és szép kapcsolat. Viccelődtünk itt a Kung Fu Pandával, de azt gondolom, hogy azon, hogy részben csak vicc. De tényleg hasonlítasz, és komolyan. Hát Zita, nagyon köszönöm erre, hogy visszatérünk. Igen, de hogy nem, tehát alapvetően az ilyen filmek, animációs filmek is segítenek a sportág népszerűsítésében? Hát szerintem nem egy sportág, hanem harci művészet. Hát, igen. Kis Norbi szerint nem. Ingattam a fejed. Miért gondolod ezt? Hát azért, mivel a Kung Fu Panda az... Picit a mikrofont közelebb használ. A Kung Fu-t magát hirdeti, de nem ugyanaz az emberek egy kicsit félreértik ilyenkor. Én azt vettem észre, mert minden ismerősöm, aki megkérdezte, hogy én kungfuzok-e, és igen, mondtam rá, elkezdett kalimpálni, hogy a Kung Fu Panda. Egyébként én is ezt tenném, miközben gyönyörű, rendezett mozgássorokat látunk. Ez milyen rész a kung fu? Ez a Wing Chun-nak egy forma gyakorlat, a Cham Kyu a neve, ami hídkeresést jelent, karkeresés, hídkeresés. Tulajdonképpen a Wing Chun, miután mondtam, hogy egy nőnek volt a technikája, közelharcra épül, nem túl látványos és nem is túl szimpadias. Egyszerű, gyors, ahogy a Bruce Lee mondta, ha látod a Wing Chun-t, akkor az nem jó, akkor jó, ha nem látod. Ebben a táborban kik vehetnek részt, kik jelentkeznek? A 6 évestől a 60 évesig vannak itt tanítványaink, az iskoláinkból jönnek, akik szeretnének egy hetet eltölteni és napi 5 órát gyakorolva ismerkedni a Wing Chun művészetével. Maradnak is a harcművészeti ágnál, itt a Kung Fu-nál, Wing Chun-nál, vagy csak egy ilyen kis kirándulásnak tekintik? Akik jönnek, azok aktív gyakorlói a szövetségnek, aktív tagjai, és hogyha egy pillanatra oda nézel, akkor ez a gyorsaság, amiről én beszéltem, ez a dinamika, a szimpadias, látványos show elemek mellőzve, szemek támadása, orcson támadása, álcsúcs támadása. Hát, ugye, hogyha egy 70 kilós nőnek meg kell magát védeni egy 100 kilós ember mellett, az a sportszerűség jegyében nem nagyon tud megtörténni. Tehát tulajdonképpen a Wing Chun az a túlélésre, a 18. századi Kínában az egyetlen szabály az volt, hogy nincs szabály. Ennek jegyében a technikákat, hogyha megfigyeled, akkor látod, hogy tényleg a túlélés volt a egyetlen. Versenyeztek is ebben a stílusban? A legkomolyabb ellenfél egy életen keresztül ebben a művészetben az a gyakorló saját maga. És én maguk. Azt látom, két hölgy van csak, hölgyek aránya. 20% a szövetségben, jönnek, de bízunk, hogy majd még többen.
Hát azt gondolom, hogy önvédelemről is szól, azt szerintem nekik is nagyon fontos. Jó, hát Norbi, köszönjük szépen, sérülésmentes jövőt kívánunk nektek. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltatok, mi pedig játszunk.